Fogadhajtó akadályi versenynek adott otthont ezen a hétvégén Zalalövő. A programot a 35. Zalamenti Kulturális és Lovasnapok keretében szervezték. A versenyzők és paripáik az országos bajnokságba kerülésért szálltak harcba. Több hajtónak is hiba nélkül sikerült végigvezetnie fogatát a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető pályán. A versenyre Zala mellett Veszprém, Vas és Somogy megyéből is érkeztek résztvevők. Akárki építi a pályát, én sosem fogok reklamálni, mert mindenki ugyanúgy hajt. Hát eredményileg, hát bízok bent, hogy talán egy jó eredményt az első hatba szeretnék bent lenni. A regionális megmérettetés tétje az országos bajnokságba kerülés volt, amelybe a mintegy 30 induló közül csak kevesen juthatnak be. Megyénként kerülnek be, és a megyéből mindig az első három kerül be erre az országos bajnokságra, és itt dől el, hogy ki lesz az országos bajnok. Ez a verseny is, ami máma itt a kétfordulós akadályhajtásként zajlik, ez is ilyen pontgyűjtős verseny, ahol tulajdonképpen meg lehet felelni annak, hogy majd később bekerüljön az országos bajnokságba. A kis zalai városnak, amely idén több jubileumot is ünnepel, ez a legrégebbi és legnépszerűbb programja. Zalalövőnek ez a rendezvény hát a legkiemelkedőbb programja. 35 éve rendezzük az Zalamenti napokat, a fogadhajtást az 25 éve, hogy teljesen jubileumi év van, mivel ugye a városi nyilvánításunk is 1900-es évfordulót ünnepli, valamint az egyesület, aki ezt a versenyt szervez, az meg 5 éves. A zalalövőiek már beadták pályázatukat azért, hogy jövőre ők rendezhessék az országos C-kategóriás fogadhajtó bajnokságot.